bemutatkozott az újságíróknak Budapesten Európa szépe, a magyar Laki Zsuzsanna. Hát itt... A 19 éves nagykanizsai lányról eddig csak annyit tudtunk, hogy 100 ezer eurót, egy autót, luxusutat és ékszereket kapott a királynői korona mellé. Na most autót nem helyett én mondom, hogy ma csináltam ezzel a kislányal interjút. Ő meg fényképet hozott róla, nem? Hova? Az egyik magazinban. És nem kapta meg az autót, mert nem találtak szponzort. Még a franciák, ezt franciák szerezték, nem találtak szponzort. Egyébként milyen országban élünk, elmesélte a kislány, hogy ő Zala szépe volt. Az. Igen, Zala szépe volt. És már akkor elkezdték pletykálni, hogy a papa lefizette a zsűrit, meg talán valaki segítette, nem véletlenül. Most ezek után Zala szépen megnyeri Európa szépét, erre Zalában megint mit mondanak, a papa azokat is lefizette. Vagy ott is valakit talált magának. Hihetetlen ez az ország. Nem, biztos, hogy nem, ez nagyon szép ez a lány, és nagyon kedves, és nagyon kultúrált. Én is találkoztam vele. Tényleg nagyon helyes. Nagyon helyes lány. Én meg abban bíztam a Teddyhoz fényképet róla. De ott láttam a Miss Itáliát, ott adták a Rajunon. Egyébként a Baumgartnert is ott láttam. Egész más volt Olaszországba dukkolni neki. És a Miss Itáliát ott hogy csinálják? Ugyanúgy, ahogy a való világban. Ugyanúgy, ahogy egy Miss Magyarországot. Semmi különbség nincsen. Ugyanígy csinálják. Nem, ott van 40 csodaszép csaj, és igen, akkor ott van a helyi Fási Ádám, egy ilyen üvöltök. Egy ilyen üvöltőakrobata egyenként mondja a nevüket, és akkor mondja, hogy ki vagy benn marad, és akkor egyenként kiszavazzák őket, és egyre kevesebben hát, vannak. Jó, hát műsort a másik csatornán. Igen. A Muszáj Sándor osztogatja a rózsákat. Piri, elfogad a rózsámat? Elfogadom, ki lenne? Hát ez valami. Ilyen műsort, most volt egy ilyen szegény kuckókapitány csinált ilyeneket, hogy a Muszáj Sándor, a kuckókapitány, hogy valami barlangfürdőben a lányokat tapiszta alulról, és utána kaptak rózsát. Hogy ő mit kapott, azt nem tudom, de... A magyar csapat arany, egyéniben Schaffer Károly ezüstérmet nyert a szlovákiai édesvízi horgászvilágbajnokságon. Egyrészt gratulálunk, én meg elnézést kérek. A tudósítások szerint a magyar siker egyik legfontosabb tényezője a jó beetetés volt. Ebben világszínvonalon vagyunk, gyerekek. Beetetés. Egyébként elég hosszan beszámolt az egyik internetes fórum erről a versenyről. Schafferről azt írják. Schaffer ördög ügyességgel húzogatta a dévérkeszegeket és a málnákat. A másodiknak futott be Scott Horn után, ez egy angol, akit nyugodtan nevezhetünk a keszegezés Illés Bélájának, feltéve, hogy MTK drukkerek vagyunk. Na most figyeljenek, azt mondja, nyilván nem a magyar nemzetben még versenybíró is van, aki többek között azt figyeli, hogy a zsákmány fárasztás közben nem úszik át a szomszéd versenyző szektorába, vagy nem fogyaszt-e mondjuk tiltott drogokat. Ha bármelyiket megteszi a bíró sípol, a hal pedig nem ér. Hogy ne történjen ilyen, a dörzsöltek akasztás után időben a víz színe alá nyomják a botjuk spiccét, így nem látta, hogy merre kolbászol a szerencsétlen keszek. Azt mondja, hogy versenyen leggyakrabban az úgynevezett rakós botokat használják. Azért rakós, mert a tagok nem teleszkóposan szorulnak egymásba, hanem össze kell őket dugni. Dugós botnak nem merték elnevezni, így lett rakós, aminek egyébként sem értelme nincs. De az az igazság, hogy volt, hogy dugta, volt, hogy rakta. Én a Bajornak írtam ki egy mondatot ugyaninnen, azt mondja, a megállított lapos úszós szerelék gyakran az első betolással kapást eredményezett.